élelmiszerre minden nap szükségünk van, hogy szokták mondani legalább háromszor egy nap. És a válság évei megmutatták azt, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar az a legstabilabb ágazatok közé tartozik. A társadalmi nyomás az mindig megtestesül utána egy jogszabályban, amihez utána mindig támogatások is társulnak. A közös agrárpolitika is így alakult, és azt látjuk, hogy 2021 után egy a jelenleginél is zöldebb közös agrárpolitikánk lesz, különösen az új bizottsággal, ami múlt év végén állt föl, és a programjának, az egész bizottságnak a programjának a zászlójára a Green Deal-t, azaz a zöld megállapodást tűzte. Az egyik legnagyobb kihívás és feladat a 2020-as évre, az a klímaváltozás és a globális kereskedelem problémáinak a megoldása, hiszen az ENSZ FAO is a 2020-as évet a növényegészségügy nemzetközi évének dedikálta, amelynek a hatósági intézkedések szigorítása mellett az Európai Unió területén a legfontosabb üzenete felhívni a termelők és a fogyasztók a társadalom figyelmét a globális kereskedelem és a klímaváltozás hatásai miatt felgyorsult idegenhonos károsítók megjelenésének az Európai Unióban, és így Magyarországon is. A gazdák azok arra számíthatnak, hogy másik fél évben, 20-ban nagyon kell figyelni, hogyha kérdezünk, akkor válaszoljanak, hogy ez nekik megfelelő, amit kidolgoztunk. Utána nagyon kell drukkolni, hogy a bizottságnál azt elfogadják, és utána 2022-től már lehet számítani az új szabályokra. Mi azt érezzük, hogy a mezőgazdaságnak az érdekérvényesítő képessége azokkal a vádakkal szemben, amelyekkel illetik a legutóbbi időkben, nem elég erős. Mi ezen szeretnénk segíteni, és a Takarékbank azt gondolja, hogy szeretne a gazdák mellé állni ebben a tekintetben. Nagyon sok olyan vád hangzott el, ami áltudományos vagy nem igaz vád a mezőgazdasággal szemben. Nyilván mi is látjuk azt, hogy a mezőgazdaság is tudna tenni a természet és a környezet védelemért, kevesebb kibocsátással, kevesebb felhasználással, és ennek jó példája például a precíziós gazdálkodás. Jó példája a tudatos gazdálkodás, amikor okszerűen gazdálkodunk, nem pedig reaktívan, és minél kevesebb input anyaggal meg tudjuk ezt oldani, de azt nagyon célzottan. Az európai szabályozás nem igazán segíti ezt a folyamatot, hiszen a társadalmi nyomás egyre erősebb az Európai Uniós Bizottságra abban a tekintetben, hogy szigorítsa, felfüggessze és megakadályozza a növényvédőszerek használatát. Azonban azt nem szabad elfelejteni, hogy a növényvédőszerek, a növények gyógyszerei okszerűen, szakszerűen használva ugyanannyira szükségesek, mint a gyógyszerek a humán egészségügybe, vagy az elérhető vakcinák az állat egészségügybe. Amennyiben nincs hatékony és hatásos növényvédőszer bizonyos probléma kezelésére, az nagyon súlyos, akár mérgezéseket is okozhat az élelmiszer termelés első ráncszemén, a talajból vagy a növényekkel. Gondoljunk csak a mikotoxinokra,